Az 1970-es évek elejére a járóbetegek és fekvőbetegek problémái és létszámuk is nőtt, így elodázhatatlanná vált a Sátoraljóhely Erzsébet kórház ismételt bővítése, melyre korábban 1952-ben került sor a 30 ágyas csecsemő és gyermekosztály létrehozásával. Így 1974-ben épült meg az egykori zsidó kórház helyén a kórházzal szemben a Sátoraljóhelyi rendelőintézet. Továbbá akkor épült meg az orvos-nővérszálló, és átadták az új kazánházat is. Az önkormányzati fenntartású intézményben most több mint 200 millió forintos fejlesztést hajtanak végre. Elsősorban energetikai korszerűsítés fog történni. Hosszú idő után végül is az elnyert pályázati forrás felhasználásra kerül, több mint 200 millió forint értékben a rendelőintézet épülete megújul, egy energetikai korszerűsítés történik, aminek a következtében szigetelésnyi lezárócsere napelemek kerülnek elhelyezésre, tehát az épület mindenképpen olcsóban és hatékonyabban üzemeltethető. De nem csak az épület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni és külseje újul meg, hanem egy másik pályázat kapcsán a belső terek is méltóak lesznek a város múltjához és az egészségügy fontosságához. Tette hozzá Szamosvölgyi Péter polgármester. Ráadásul egy másik pályázat kapcsán egy belső felújítás is megtörténhet, így tehát az egészségház rendelőintézet egy olyan állapotba kerül, ami elvárható egy valamikori megyeszékhely alapellátásához és járóbeteg ellátásához is. Én azt hiszem és azt gondolom, hogy ennek örül mindenki, aki ebben a városban és a térségben él, hiszen mostanra már ez az épület meghaladta a korszerűséget, de ennek a munkának az eredményeképpen újra olyan állapotban lesz, amit mindenki elvárhat. A rendelőintézetek a járóbeteg gondozást és szakellátást szolgálják az egészségügyben, így háziorvosi és szakorvosi rendelések is folynak itt. De a megelőzési tevékenység is feladatköreikbe tartozik, ezért kiemelten fontosak a lakosság szempontjából.